akkor kezdjük a férjemnél. Ez ő ott középen, a nagymamájával és a testvérével. A kép 1903-ban készült. Itt a két testvérével látható a baloldali a Klári, a jobboldali Irén. Ez én vagyok jobboldalt a mamámmal és a testvéremmel, Etellel. Én és a testvéreim. Én vagyok középen. A kép 1928-ban készült. Akkor találkoztam ezzel a távoli unokatestvéremmel, Hahn Imrével. Akkor azt mondta, hogy el szeretne vinni korcsolyázni. És mivel rokonok voltunk, a szülein hagyták. És Imre azt mondta nekem, hogy én igazán hozzávaló vagyok. ...1929. decemberében házasodtunk a Dohány utcai templomban. Kiköltöztünk Mátyásföldre. Szép házunk volt ott. Imre tag volt egy evezős klubban. Itt mi vagyunk az unokatestvérével, Jenővel. A klubban mindenki nagyon haragudott Imrére, mert ő nősült meg először. Aztán persze, ők is mind megnősültek. Volt egy remek kis hajó, és amint meleg lett, elmentünk evezni a Dunára, és felmentünk Vácig vagy Horányig, és ott sátoroztunk, főztünk, és nagyon jól éreztük magunkat. Ez itt Jenő, a bal oldalon. Mellette Pali és Andor. Mellettük én és Imre, és az utolsó Miksa bácsi. Nem sokára udvarolni kezdtek, aztán megnősültek. És a feleségek anyák lettek. Mindannyian családot alapítottunk. Jó évek voltak ezek, főleg nyáron, amikor sok időt töltöttünk a folyón. Ott piknikeztünk, a gyerekek meg rohangáltak és játszottak. De azért nem voltunk vakok. Láttuk, hogy mi folyik körülöttünk. Ez Imre a lányainkkal. Akkor tehát készült ez a kép, amikor Hahnról Hámosra magyarosított. És katolizáltunk is. Én elleneztem, és a szüleim teljesen oda voltak. De úgy éreztük, ez talán segíthet. Ez Marika. És én nagyon is katolikusnak neveltem a lányaimat. És mire volt mindez jó? Semmi. A testvéremet, Etelt és engem Ravensbrückbe deportáltak, és elvesztettem az anyósomat és az apámat is. Imrét munkaszolgálatra vitték. Balfon volt, és 24 órával azelőtt halt meg, hogy az oroszok felszabadították volna a tábort. Néha végignézem a régi képeket. Jenő 1936-ban halt meg. Pali még él Ausztráliában, 95 éves. Andor, Imre és Miksa a háborúban haltak meg. Talán azzal, hogy elmesélem az életemet, megmentem annak a boldogabb kornak az emlékét az utókor számára.